Ráncs Péter elnök püspök végzi. Ünneplő gyülekezet, kedves török diákok! Sajnos én is ahhoz a hátrányos helyzetű nemzedékhez tartozom, akinek nem lehetnek már személyes emlékei Vermes tanár úrról. Míg Peskó Zoltán lakásán gyermekként még jártam édesapámmal együtt, róla én is csak a Wikipédián keresztül próbáltam tájékozódni, ahogy is fel a lelkész kollégám. És ott egy számomra szimbolikus, önmagában lehet, hogy kicsi epizódnak tűnik, de nagyon fontos információt találtam. Az előző beszédben is utalás történt. Szerette a természetet járni, a Wikipédiában így olvassuk, hogy szeretett túrázni és vonzódott a hegyekhez, a magaslatokhoz. És itt csatolok vissza a templomi ige hirdetés utolsó mondatára, ahol azt hallottuk, hogy emelkedő útra helyezni valakinek a lábát. Én azt gondolom, hogy amit most megköszönünk Istennek, hogy Vermes Miklós tanárulon keresztül ezt évtizedeken át és százak életében elvégezte, hogy emelkedő útra helyezte a lábát. És éppen ezért választottam egy Zarándok Zsoltárt, amelyet a legtöbben úgy ismernek, szemeimet a hegyekre emelem. Én most egy kevésbé ismert költői fordításban szólaltatom meg a 121. Zsoltárt. Dr. Bodrog Miklós fordította a következőképpen. Fölnézek, föl a hegyekre, onnan kapok segítséget, mégpedig az Úrtól. Föld alkotójától. Ügyel rád, meg ne tántorodjék lábad. Az őrizőt álom nem nyomja el, lám nem szunnyad, nem alszik Izrael őrizője. Ő áll melletted őr, az Úr a te árnyékod jobbodon, nem árt neked sem a tűző nap, sem éjszaka a hold. Őriz az Úr, minden résztől megőrzi életedet, Jahve megőrzi jöttödet, mentedet, most és mindétig. Amen. Hirdesse dr. Vermes Miklós szobra nemzedékek sorának fölfelé tekintett szemek, az Istenre emelt tekintetek és életek titkát. Adjon olyan pedagógusokat, ami Urunk és Teremtünk, akik dr. Vermes Miklóson emelkedő útra tudják helyezni a fiatalok lábát, tudják indítani őket a tudományok, az ismeretek magaslatai felé, és minden tudják segíteni őket arra is, tekintetüket az Úrra, akitől jön a segítség, és hogy eljussanak annak fölismerésére, ami iskolánk bibliai vezérigéje is hirdet, hogy a bölcsesség kezdete az Istennek félelme. Így áldja meg az Úristen dr. Vermes Miklós magvetését, és adjon folytatást, és így áldjon meg titeket a mindenható Isten, Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen.